вам приємний добрий день, милі діваці. Вітам вас при слідуванні нашого днішнього висілення, в котором по уводних справах увидите, ако са відарило тохторочне теквіцове пополудніє в місцній школке, а потом вас заведіме до обесної книжниці Януша Штампаєго на худобну презентацію книги Моніки Данці з назвом «Хармар Чепек». Kellemes délutánt kívánok Önöknek, kedves nézőink! Szeretettel köszöntök mindenkit, aki műsorunkat választotta, melyben ma híreinket követően megláthatják, miképp sikerült az idei töknap a helyi óvodában, aztán a Stampai János községi könyvtárba invitáljuk Önöket Danci Mónika Harmadcseppek című könyvének zenés bemutatójára. Oznamujeme občanom, že odvoz separovaného a komunálneho odpadu sa v nasledujúcom období uskutoční podľa nasledujúceho harmonogramu. Dňa 25. októbra v stredu sa budú zbierať plasty a zber odpadu z kúka nádob sa uskutoční dňa 27. októbra v piatok. Értesítjük a lakosainkat, hogy a szeparált és a kommunális hulladékot legközelebb a következőképpen fogják elszállítani községünkben. Október 25-én szerdán a műanyagot fogják begyűjteni, majd október 27-én pénteken a kukák ürítésére kerül sor. Miestni škôlkári z triedy Motýlik a Ješko sa nedávno pod vedením svojich učiteliek vybrali na prechádzku do našich vinohradov. Na čerstvom vzduchu im oveľa viac chutila desiata, z ktorej si nabrali sily na ďalšiu túru po cestičke pod lesom. Po krátkom oddychu šikovne absolvovali hravé úlohy, ktoré im na pracovný list dopredu pripravili pani učiteľky a čerešničkou na torte bola hra s padákom, ktorá má vždy obrovský úspech u detí. Deň turistiky sa im vydaril a deťom pripomínajú krásne chvíle a zážitky z tohto dňa medaily, ktoré pre malých dobroduchov pripravili pani učiteľky. A Süni és a Pillangó csoport gyermekei túrakiránduláson vettek részt a Köbölkúti szőlőhegyen. A friss levegőn elfogyasztott 10 órai után nekivágtak az erdő alatti útnak. Rövid pihenő után a gyerekek a megfigyeléseiket és a séta folyamán tanultakat játékos formában a kiosztott munkalapokon jelölték be, melyeket a tanítónénik előre elkészítettek. A gyerekeknél a legnagyobb sikert az erdőernyős játék aratta. A sikeres túra után a gyerekek új élményekkel és emlékmedállal gazdagabban térhettek haza. Pieskovisko je ideálne miesto na rozvoj fantázie a zručností detí. Preto nesmie chýbať ani v našej materskej škole. Z dôvodu nevyhovujúceho stavu sedacej plochy pieskoviska boli povrchové dosky vymenené a takto ho môžu naplno využívať naši škôlkári. Pohodlie detičiek a ich učiteliek sme ďalej zvyšovali namontovaním roliet na okná v dvoch cez leto vynovených triedach a spálniach. Zároveň obecná samospráva zo svojho vlastného rozpočtu zakúpila pre pedagógov škôlky nový notebook. A homokozó ideális játszóhely, ahol a gyermekek fantáziája és kézügyessége játék közben fejlődik. Ezért nem hiányozhat óvodánkból sem. Mivel a felső fa borítás állapota már nem felelt meg a követelményeknek, sor került annak cseréjére, így a kisóvodások gond nélkül igénybe vehetik.
A gyermekek és a tanítónénik kényelmének további növelése érdekében a nyáron felújított két osztályban és azok hálótermeiben új reluxákat szereltünk fel az ablakokra. Ezen kívül az önkormányzat saját költségvetéséből egy új laptopot vásárolt az óvodapedagógusok részére. V rámci projektu s názvom Dotácia z rozpočtu Nitrianského samosprávneho kraja na podporu všeobecného rozvoja obcí a miest na území Nitrianského kraja sa nám podarilo získať finančnú podporu v sume 5000 eur. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie a inštaláciu 5 kusov moderných klimatizačných zariadení s funkciou chladenia a kúrenia, ktoré zabezpečujú vhodné teplotné podmienky tak pracovníkom, ako aj návštevníkom obecného úradu v letných horúčavách, ale aj v prechodnom jesennom a jarnom období, kedy by zapnutie vykurovacieho systému nebolo rentabilné. Na chodbe prízemia obecného úradu bolo umiestnené klimatizačné zariadenie s väčším výkonom, ktoré zabezpečuje ideálne podmienky na chodbe, ale zároveň aj v štyroch kanceláriách, kde vybavujeme väčšinu našich klientov. Ďalší prístroj spríjemní pobyt účastníkov rôznych slávnostných udalostí v našej obradnej sieni a tri zariadenia optimalizujú pracovné podmienky našim kolegom na druhom poschodí, kde boli teploty v letných horúčavách priam neznesiteľné. A Nyitra megye területén lévő falvak és városok általános fejlesztését megcélzó pályázati kiírás kapcsán benyújtott támogatási kérelmünkkel sikerült Nyitra megyétől 5000 euró összegű támogatást nyernünk. Az elnyert összeget 5 darab modern hűtésre és fűtésre egyaránt alkalmas klímaberendezés megvásárlására és beszerelésére fordítottuk, melyek a községi hivatal munkatársai és látogatói kényelmét biztosítják a forró nyári hónapokban, illetve az átmeneti tavaszi és őszi időszakban, amikor a teljes fűtési rendszer beindítása még nem lenne költséghatékony. A hivatal földszinti folyosójára egy nagyobb teljesítményű klímaberendezés került, mely biztosítja az ideális hőmérsékletet a folyosón és a négy kliensek által leginkább látogatott irodában. Egy másik berendezés a ceremónia teremben zajló ünnepi események résztvevői számára teszik kellemesebbé az ünnepek hangulatát. További három berendezés pedig a hivatal második emeletén lévő három irodába került, ahol az elviselhetetlen nyári forróságok szinte teljesen lehetetlenné tették a hatékony munkavégzést. Dňa 24. septembra sa v našom kultúrnom dome uskutočnil v organizovaní miestnej organizácie Čemadoku program folklórnej skupiny Ifjúsivek s názvom Kukučie vajíčko 2. Mladým talentovaným umelcom ďakujeme za krásny kultúrny zážitok. A Csemadok Köbölkuti alapszervezete szervezésében 2023. szeptember 24-én fellépett kultúrházunkban az Ifjú Szívek folklórcsoport Kapuk Tojás 2 című műsorával. Köszönjük a tehetséges ifjú művészeknek a csodás élményt! V spolupráci s miestnym podnikateľom a zamestnancami technického úseku obce sme v septembri pokračovali v čistení jarkov na obidvoch stranách pozdĺž hornej a dolnej časti ulice Agátová, v ulici Športová a v areáli športového ihriska, na konci ulice Pekná pri chodníku vedúceho k Malému mostu a v ulici Vrbová. Helyi vállalkozó segítségével, valamint technikai ágazatunk munkatársaival együtt szeptemberben folytattuk az árkok tisztítását az Akácfa utca alsó és felső része mindkét felén, a Sport utcában, a futballpálya belterületén, a Szép utca végén, a Kis híd felé vezető járda mentén, illetve a Fűszfa utcában.
Cieľom zvyšovania bezpečnosti chodcov a cyklistov boli v ulici Slávičia a na Kalvárii umiestnené tabule na obmedzenie rýchlosti motorových vozidiel. A gyalogosok, illetve kerékpárosok biztonsága növelése érdekében a Csalogány utcában, valamint a Kálvárián sebességkorlátozó táblák kerültek kihelyezésre. V spolupráci s miestnym podnikateľom sme v ulici Športová vykonali okliesnenie stromov, ktorých ohnuté konáre v blízkosti cesty ohrozovali bezpečnosť premávky. Okliesnenie stromov na tomto úseku bolo vykonané aj popri vnútornej strane oplotenia športového ihriska. A Sport utcában helyi vállalkozó segítségével lebotoltuk a fákat, melyek ágai már annyira belógtak az úttest közelébe, hogy veszélyeztették az úttesten közlekedő személyeket és járműveket. Az említett szakaszon, a futballpálya belső felén, a kerítés mentén szintén elvégeztük a botolást. Na jeseň sú všade okolo nás, okrem farebných listov, aj jesenné plody, medzi nimi aj tekvice. Veľké, malé, na jedenie alebo na ozdobu, rôzne tekvičky ponúkajú rôzne spôsoby využitia. Pre pedagógov našej materskej školy ponúka toto krásne jesenné tekvicové obdobie aj vhodnú príležitosť na organizovanie oranžovo-tekvicového rodinného popoludnia v škôlke, v rámci ktorého rodičia s detičkami spoločne vyrezávajú a dotvárajú rôzne tekvice podľa vlastnej fantázie. Výsledkom ich usilovnej práce sú vždy krásne jesenné dekorácie, ktoré potom zdobia vstup do škôlky. Pozrieme sa teraz spolu, ako sa tohtoročné rodinné popoludnie vydarilo. Az ősz a szüret és a termény betakarítás ideje, melynek a színes falevelek mellett fő jellemzői a tökök. Kisebb, nagyobb, ehető vagy akár csak dísztök, sokféle felhasználtságnak nyújt lehetőséget. Óvodánk pedagógusai ezt a csodás időszakot kihasználva minden évben rendeznek egy családi délután, ahol a gyermekek szüleikkel együtt faricsgálhatnak, közösen alkothatnak ebből a szép narancssárga terményből, fantáziájukhoz mérten. A szorgalmas munkát követően a szebbnél szebb alkotásokkal az óvoda bejáratát díszítik. Nézzük most együtt, miképp zajlott ez az idei tök nap. Thank you.
Obecná knižnica Jánoša Štampaiho organizovala dne 22. septembra hudobnú prezentáciu knihy s názvom Alma Čepek, ktorej autorkou je pani Monika Danci, pedagogička, učiteľka náboženstva a vedúca hudobného súboru s názvom Hojno Vandor. Teraz vás s pomocou našej kamery zavedieme na toto krásne podujatie. A Štampai János községi könyvtárban szeptember 22-én került megrendezésre a Harmadcseppek című zenés könyvbemutató, melynek szerzője Danci Mónika, hitoktató és a Hajnal Vándor együttes vezetője. Most kameránk segítségével önök is részesei lehetnek ennek a kis kultúreseménynek. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, aki velünk tölti ezt a tartalmas szeptemberi délutánt. Külön tisztelettel köszöntöm polgármester urat, Gulya Szabolcsot, alpolgármester asszonyunkat, Macskos Évát, a Štampai János Alapiskola igazgatóhelyettesét, Pinte Ívát, és pedagógusait, valamint falunk lakosait és meghívott vendégeinket. A mosolya felhangol, még mielőtt megszólalna, majd be a refakadna. A gitárja a hittanúra megszokott segédeszköze a gyerekek nagy örömére. Mai vendégünk Danci Mónika, hitoktató, a 25 éves Hajnal Vándor együttes vezetője, dalszerző, szövegíró, a ringató baba-mama foglalkozások lelkes vezetője. Őt köszöntünk most körünkben nagy-nagy szeretettel, valamint a Hajnal Vándor együttes tagjait. Az újonnan kiadott verseskötete, amely a Harmadcseppek címet viseli, adott alkalmat arra, hogy felkérjen őt, legyen mai délutánon vendégünk, mutassa be új verseskötetét, meséljen annak megszületéséről, meg születésről és kiértetésről szól. Részeseink és hallgatói lehetünk majd megszedésített verseinek, dalainak előadásában a Hajnal Vándor együttes közreműködésével. Fogadjuk őket nagyon szeretettel. Nagyon szépen köszönöm a kedves üdvözlő szavakat, köszönjük mindannyian. Nagyon örülök, hogy itt lehetek, és hogy ilyen kedves családias körben mindenki ismerek, akik van, azt hiszem, majdnem mindenkit ismerek, akik van. Örülhetünk együtt a zenének, a versnek. A szívünk szeretetével hoztuk el azokat a dalokat és azokat a verseket, amiket a kötetben is benne vannak. És ez az első köszöntő dal, szóljon mindenkinek a szívéig, mert arról fog szólni, amit mi szeretnénk adni. Hadd legyek ma valakinek áldása, szomorúnak vigasztalása. Hadd legyek ma Veronika kendője, fájdalmas levő tisztára törője. Hadd legyek ma jobb kéz, kinyújtani másnak, láthatatlan adni Istenből hatása. Hadd legyek ma valakinek mosolya, Isten benne őt lehesse nyomszója. Hadd legyek ma csend a szó helye, ők napsütés villáló égben. Hadd legyek ma én az, kinek Isten elmondott láthatni a földön, hadd legyek ma valakinek áldása, szomorúnak vigasztalása. Hadd
hadd legyek ma valakinek mosolya, Istenben terül lesse nyomszója. Hadd legyek ma csend a szó helye, örök napsütés villámló égben. Hadd legyek ma én az, kinek Isten elgondolt láttatni a földön, hadd legyek ma valakinek áldása, szomorúnak vigasztalása. A versek rajongója vagy, számtalan ismert költő, versétekben és ítetten. Verses köteted első oldalán olvasható, hogy a kötet 101 darab válogatott verset tartalmaz. Meg tudnád-e mondani nekünk összesen, mennyi verset írtál eddig, és hogy hány évesen, mikor éreztél késztetést arra, hogy a gondolataidat papírra vesd? Hát, hogy mennyi verset írtam összesen eddig, azt hát sajnos nem tudom megmondani. Hozzávetőlegesen annyit tudok megmondani, hogy 300 körül a verseknek a száma, 300 fölött, amit megelőzött, hát kb. 200 dalszöveg. Tehát tulajdonképpen ezt így nem nagyon pontosan tudom megmondani, pont azért is, mert van, hogy versként is kezelünk, vagy előadunk néha, vagy olvasunk, és van, amit dalszövegként is. És hát mikor éreztem késztetést erre, vagy hogy honnan indult ez az egész, hát én nem vagyok egy irodalmár, se egy és egy tanult nyelvész, se semmi ilyesmi végzettségem nincsen. Kedves kollégám már mondta el neki az egy versenyről, hogy meg sem tudom mondani, milyen négy soros az első, pontosan elmondta a szakmai szót, ami erre van, szóval ez nekem egy ajándék. De ahhoz, hogy az ember oda tudja azt adni, ami ő benne van, ahhoz kell, hogy legyen bizonyos képessége arra, hogy ezt át tudja adni. És hát ez is ajándék. Mert az éneklés is, a dalszerzés is, ez mind ajándék. Az emberek ugye az életükben kapnak bizonyos inspirációkat, hogy most megy oda az a másik, aztán mondjál neki valamit, vagy ne. És vagy megtesszük, vagy nem tesszük meg. Tehát egy dolog az, hogyha valakinek van tehetsége valamire, a másik dolog pedig az, hogy mit kezd vele. Én 3 éves koromban kezdtem el a színpadi produkciókat. Igen, nagy meglepetés volt az is, az óvónénit, így szeptemberben elkezdtük az órát, és októberben szokott lenni a idősebbek tudják, hogy ez a regrúta búcsúztató, és hát a nagy kommunista rendszerben volt, és nem volt műsor, gyorsan össze kellett szedni valakit, és akkor sötét volt már, és tanítani jött biciklivel, és azt kérdezte, hogy becsörgetett, amikor mi van, baj van, hogy tudod-e azt, hogy kis katona, nagy katona, mit néz? És akkor én ott helyben az előszobában előadtam neki 3 évesen, és akkor anyukám jött, azt tesszük gyorsan, amikor a muszlimast itt tett a fejemre, anyukám is nagyon föltetett a bicikli gázára, mert most is érzem. És elhitt magába. Tehát ott kezdődött igazából az, hogy valahol én, benne van egy olyan ajándék, hogy ami bennem van, azt átadjam azoknak, akik körülöttem vannak. És azt hiszem, hogy a tanítás is, hogy az is ugyanaz, hogy ami bennem van, azt odaadjam. De ahhoz, hogy bennem legyen, meg kell tanulnom írni, olvasni. Valamennyire zenélni. Hát zenélni sem nagyon tudunk, az az igazság, hogy nem. Van közöttünk valaki, aki néhány év zeneiskolát végzett, és néhány évet azért nem egy felnőtt fejjel. De 2007-ben történt az, amikor a dalok elkezdtek születni, és az érdekes, hogy azzal párhuzamosan történt meg, és ezt most a gyerekeknek mondom, amikor elkezdtem tanulni zongorán játszani. Hogy elkezdődött a zongora tanulásom, ahogy eldöntöttem és elkezdtem, magántanár járt ki hozzám a lakásunkra, azzal párhuzamosan, hogy kivágták a zsákot, és abban az évben 70 dalt megírtam.
és az együtt jött a szövegekkel. Nem éreztem rá, hanem egyszerűen ez megtörtént. Megtörtént. Tehát, hogyha az ember megtámogatja a saját emberi fizikai valójával azt az ajándékot, ami esetleg érkezhet, csak akkor tud azt kifakadni, mert ha nincs mód, amin keresztül ezt átadjam, akkor sose fog kiderülni. Úgyhogy ez kell egy bátorság. A másik, amikor a verseket kezdtem egy ilyen zsákkiszakadásos módon élni, az pedig 2014-ben történt, hogy ez pont a duplája érdekes, nem tudom, miért volt ez ide pont, az akkor történt, amikor pedig beiratkoztam egy kreatív írói tanfolyamra. Ennél jobban nem találtam. Hirtelen akkor a községi hivatalnál dolgoztam, kultúrosként is elmészek a falu újságok a szerkesztését, nem újságíró, nem tudom, nem tudok valahogyan azért írni, olvasni, de nem, semmilyen képesítése lehet nincsen, és amikor beiratkoztam a kreatív írói tanfolyamra, akkor kiszakadt a zsák, és akkor szintén ilyen 100-150 verset akkor írtam meg először, és aztán utána tulajdonképpen most már ott tartok, hogyha elkezdek írni, tehát most azt mondanák, hogy írjak egy verset, ha nem tudom, hogy írjak, akkor leülök és megírom. Vagy egy dalt, akkor leülök és megírom. De ez ugye a gyakorlat teszi ezeket a dolgokat hozzá, és hát a késztetés az, és ez mind, ahogy elmondtam, ez mind ajándék. És hát nyilván mindenki, aki ismerő, tudja, hogy én nem csak vallásos vagyok, hanem hívő, és abszolút megtapasztaltam azt, hogy ez csak is Jóisten ajándéka lehet. Mert én ilyenre nem vagyok képes. És nagyon sokat hozzátesz ez az életemhez ahhoz, hogy ez egy kötelességem. Nem is annyira, persze, hogy örülök neki, és mi is élvezzük, és szeretjük ezt csinálni, gondolom, remélem látszik rajtunk. De ez ajándék, és neki köszönhetjük mindazt, amit tudunk adni valami olyan az embereknek, ami megzendít kicsit a lábít, egy csengetjük a szívünk mélyen, kicsit megszólal, és akkor arra mi reagálunk. És ez lenne a következő kis dalos verses blokk, amihez meg is kérném szépen az én drága kolléganőmet, Mátyus Andit, aki választott egy verset a kötetemből, hogy adja elő nekünk, mivel így utána kettőt zenéljünk emellé. Te vagy minden kincsem. Ami gyerek. Szeretem, Uram, hogy nekünk adtad a világot. Szeretem, hogy megérinthetem, amire csak vágyok. Szeretem, hogy megállítható a mozdulat, szeretem, hogy indítható a fordulat. Szeretem, Uram, a holdat, a napot, szeretem az értelmünkből a csillagot. Szeretem, ahogyan írtólamnak hegye, szeretem a papírt, és az ujjat, mi a gondolatot írva rá tegye. Szeretlek mindenben téged, én Istenem. Szeretem elgondolni, hogy ezt megalkottad nekem. Igyekezet mögé bújtattad magadat, jók és rosszak közé írva hosszabbat. Szeretem, hogy adsz minden nap egy új napot. Szeretem a biztosan megjövő hónapot. Szeretem, hogy egyszer véget ér az idő, és a szó, hogy elmúlik, nem lesz többé. Szeretem, hogy látok, szeretem, hogy hallok. Szeretetedet másokban is megvallok. Benned legyek, Uram. Kívül, belül, minden. Csak benned élhetek. Te vagy minden kincsem. És akkor következik most a Lélekharmon című vers és dal, ami kicsit melankolikus hangulata van, mert le kell lassítanunk ahhoz, hogy meghalljuk azokat a gondolatokat, azokat a történéseket, amik bennünk zajlanak. És utána pedig lesz egy vidám dal, ami arról szól, hogy adjuk tovább mindazt, ami bennünk van. Istenem az égben, rád bízom a fényem, és látod, hogy nincs világon, mi a szartöcsém. Yeah.
Mutogatni, mert azt hiszi, hogy ki tudja, hogy milyen, ki tudja, mit fognak gondolni róla. De aztán bátorkodtam föltenni a közösségi oldalakra, összegyűjtöttem egy blogban is, egy ideig gyűjtögettem őket, föltettem aztán egy olyan oldalra, pont ennél fogva, hogy hát nézzék meg valakit, akik jobban értenek hozzá. Van egy olyan oldal, amelyik az, hogy poet.hu,
és ez a kortárs költőnek, hogy mindenki, aki verset ír, az oda beküldheti, és ott vannak moderátorok, akik ezt elolvassák, és értékelik, és hogyha megfelelő a vers, akkor ez fölkerül az ő nagy-nagy portáljukra, és ezt bátran mindenki olvashatja. Hát három vagy négy verset töltöttem föl, mire jött a kérés, hogy nem akarok-e moderátor lenni, mondtam, hogy nem. Arra se volt időm, aztán utána már ilyen 16-20 verset töltöttem föl körülbelül. Tehát ez egy jó kis visszaigazolás volt arra, hogy hát jó lesz az, nyugodtan lehet csinálni, meg odaadni a többieknek is. Úgyhogy akkor utána már, amikor születtek a versem, akkor egyenest a Facebookra raktam föl, néha tettem hozzá képet, néha nem. És hát a jó szere bíztam, hogy hát olvassák, hát itt van, akinek tetszik. És ez egyre gyakrabban fordult elő, és amikor már elég sok volt belőle, és elég gyakran fordult elő, akkor kezdtek a barátaim megszólalgatni, hogy de már mikor lesz a verses kötetet? Hagyjuk! Végén nem érek rá. Most tudjátok, milyen munkaverses kötet? Könyvtáros is voltam. Tudjátok, hogy milyen munkaverses kötetet összerakni? Digitálisan, meg mindent. Tehát sorba rakni, meg kiválogatni, meg tartalomintik, meg forma, meg hol? Hát én erre nem érek rá. Olvasatok, ott van a Facebookon. De akkor is, hát a kezembe akarom fogni, és az máshogy van egy kötet a kezembe. Jó van, majd ha jó Isten úgy gondolja, akkor lesz, ha nem, akkor addig megolvassátok. És akkor hát így gyűltek a verset. Már nekem is problémát okozott, hogy nehogy valamelyik elveszem az éterbe, hogy mindig leismertsem valahová. Amikor az egyik születésnapomon, azt hiszem ez 2018-ban volt, igen, születésnapomon, csörgött a telefon, és a poet.hu oldaláról, ahol összesen 20 verset föltöltöttem, de utána abba hagytam, nem értem arra se, fölhívott egy úriember, hogy ők azzal foglalkoznak ott a poet.hu-nál, hogy a kortárs költőknek a verseit kiadják egy kötetbe, és hogyha kevés egy kötethez az illetőnek a vers száma, akkor két vagy három költőt is összeraknak, hogy ez az 50 vers összejöjjön. Én csak úgy hallgattam, hogy a születésnapomban ez így megtörtént. Hogy hát jó, hát most jól van, akkor most már fölhívás a keringőre, itt, ha megcsinálja helyettem valaki, akkor ez most már nincs appelláta. Meg éppen akkor kaptunk meg az örökség utána, hagyaték utána pénzt is, úgyhogy valamit kell azért rakott rá is, mert hát természetesen ezt is kell fizetni. És akkor mondtam neki, kérdezi, hogy mennyi versen van, ne aggódjam, hogyha esetleg nincs annyi, mondtam, hogy nekem van körülbelül 300. Azt mondta, hogy nem hajlandó elolvasni, csak 80-at. Úgyhogy mégiscsak maradt rám egy olyan munkát, ki kellett válogatnom. És barátaimnak nagyon mondtam, hogy örüljétek, mert nem sokára majd lesz. De nagyon nehézkesen ment, nagyon-nagyon mindenféle buktatók és akadályok, és rosszul sült el, és nem jól csináltam, nem annyira jól sikerült az a könyv borítót is. Tehát nem volt olyan, mint aminek én gondoltam, hogy majd én leteszem magamról a terhet. És hát végülis, amikor megszületett az első 50 példány, amikor föltettem így este 10 órakor a Facebookra, akkor itt van, most este 8 órakor, akkor itt van, és 10 órára nem volt belőle egyetlen egy darab se, hát képtelen voltam akkor, mert azokat a hiányosságokat kipótoltam, újra nyomtattam, és akkor elhatároztam, hogy a legközelebb itt, azt én fogom megcsinálni, úgyhogy ez a legközelebb itt, amit én csináltam meg kívülről, belülről, sorrendjén, grafikáját, mindenét. Grafikus a film, úgyhogy ő ránézett azért a borítóra, de teljes válogatást, teljes tartalmát. És hát azok a barátok, akiknek születésnapra, és hát csak úgy indulok neki, hogy Isten éltessen előbe egészségbe, vagy valami ilyet elkezdek írni, és aztán valami egészen más jön ki az ujjaimból, és abból van egy vers. Vagy hogyha valamilyen különleges életesemény van, születés, valamelyik barátomnak születik gyermeke, vagy pár kis párt fogoltamnak, hogy úgy mondjam, szoktak hozzám járni a könyvtárba, kultúra munkába kisegíteni fiatal abszolvensek, és akkor az életük elején, amikor elindultak meg, édesanyák lettek, azok nagy-nagy dolgok voltak, ahol sokat szoktunk beszélgetni erről, akkor azok mindig kifontak egy kis versben,
és azokat is most ebben a kötetben is azért gyűjtögettem össze ilyeneket. Ők, tehát ezek az események is, amit magam élek meg, én magam az Istennel való viszonyomban, az, ami úgy kibudjon és fölül ér azon, ami én vagyok, túlfolyik rajtam, és akkor azt úgy leírom. És az egyik nagyon-nagyon fontos vers ezek közül, amit igazából Jézus Krisztus születése volt az, ami motivált. Többén is van, de ez egy nagyon különleges vers, és a születésről szóló kötetben nem akartam, hogy kimaradjon. Azt fog majd most elhangzani versként, és utána pedig egy olyan dalt énekelünk el, ami arról szól, hogy hogyan is éljük meg az életet, az egyszerűen a szeretnélet. És ez egy a magyar nyelvnek a csodálatosság, hogy egyetlen egy szóban, hogy szeretnélek, egy komplett novella van benne. Hogy nem kell elmondani három szóval azt, hogy szeretnélek, hanem egy szó is képes erre. Nem igazért versbe dalva álmodjuk, de előtte meghallgatjuk az egy drága kolléganőmet, Csepik a vizikét, hogy elmondja nekünk a betlehemi látogatást. Akkor nem kell elmondanom, mi a címe. Amikor elmondtam Monikának, hogy melyik verset választottam, mert végig olvastam többször is, visszatért hozzám. Az izomjelétől emberken, visszatért el, és akkor azt mondom, na jó, én megálltam többet, nem kell esetleg, és meg a Monikának mondtam, azt mondom, hogy ez nem mondtam, hogy ezt választottam. Tehát valahol egy húgon megtörtént. Fölkelhetnék és meglátogatnám. A kis Krisztus bolyácskáját megsimogatnám, és kalácsot írnék, meg fénylő szemeket. Ballanggal túl kukucskálnék, mint egy kisgyerek. Részében dobogna, és újabb kopogna, ballang előtt áldogálnék, csak toporogva, és József kijönne, és én lebondulnék, és szégyenlősen szemlősödve halkan szólhatnék, hogy láthatnám-e őt. Az értünk szenvedőt, hogy megállhatnék-e pár perccel jó mondja előtt. Ő bátorítana, és szívvel fogadna, és azt mondaná, jöjj be hozzánk, Isten lányom! Én mindenállásen és szépen, csendesen köszönteném Szűz Máriát, üdvözlégyesen, és mosolyogna, és elém fordulna, és karját nyújtva önmagához közelebb húzna, és én letérdelnék, és közelebb húznék, és Isten a szuszogását könnyebben húznék. És nézném a száját, meg a szempilláját, és álmok mögött szaladgáló szempolyócskáját, és pici ujjait, meg tíz kis gömbölcskét, és új begyei gömbölyödő húsos kezecskét, és kezembe adná őt az édesanyja, és imádnám, a karomban a mindenség ura, és megsimogatnám pici fejecskét, és megcsókolnám halántékán a kis gödröcskét, és simul csak a szívem, és meg is csukjulna, hogy a kis Krisztus kebelemben szépen aludna. És nagyon köszönöm, és felajánlanám a Szent Családnak szolgálatom az éjjel. És belelkárnosni, és takarítani, és akármit is mondanának, mindent megtennék. Csak velünk a helyesek. Csak úgy szerethessek. Anyukarjaiban ez a szuszoló gyermek. Akkor rátesszük most erre a koronát következő dallal. Szeretetem, adott az nyár, hajad arcot simítgatnám, csókolnám, életedet, hogy vigyázzál.
Olyan, mint alcím olvasható, hogy verseid zöme születésről, értetésről szól. Mit tagadnak ezek a szavak? Hogy születnek meg ezek a versek? Ahogy olvasgattam a kötetet, kiderült belőle, hogy verseid nagy része személyre szólóak. Mesélné nekünk erről? Már fölvezettem talán az előző szakaszban is ezt a részt, hogy ezek személyes élmények, mint jó kívánságunk, olyan alkalmakból íródott versek, amik magamnak is meglepetés. Bár vannak olyanok is, amikor célzottan, de azt is úgy kapom ajánlni, hogy na én akkor most erre az alkalomra írok egy verset, és leülök, és megírom, és odaadom. De többségében inkább az van, hogy azok a kapcsolatok hozzák ki ezeket a szavakat, amiket élek, amiket a hétköznapokban élek. Azok a történések, amik velünk megtörténnek. És hogy ennek a kötetnek az alcíme, hogy születés, éltetés, nem csak születésnapokra, és nem csak gyermekek születésére, és az anyaságra vonatkozó versek vannak benne, hanem olyanok is, ami minden, ami bennünk a jó megszületését és az örömet szolgálni tudja, az erre is irányulhat. De azért mégiscsak a megszületésnek és az élet fölemelésének a történetei ezek a versek. És hát van még olyan, amit bele tudtam volna tenni, és amikor már elküldtem a nyomdába, akkor jöttem rá. Tehát ez az én hibám, hogy még mindig nem tartok ott, hogy eléggé komolyan vegyem ezeket a dolgokat. De ez a 101 vers a 122 oldalon 14 év alatt született meg, mert vannak ugye benne dalszövegek is, tehát a versek azért
Később kezdtek el, hogy konkrét versek írni, de vannak benne dalszövegek, amit mindenképpen bele akartam tenni. És hát el is árulom, hogy a következő kiadvány ez nem egy verses kötet lesz, hanem a dalszövegeinknek a szövegkönyve, a kortus szövegkönyve, aminek idén mindenképpen meg kell majd születnie. És ott nem lesznek ilyen tematikus válogatások. Ebben 14 dalszöveg is van, hát ez véletlenül történt, hogy 14 év és 14 dalszöveg, és 53 olyan vers van benne, amit valakinek ajánlottam. Tehát ami valakihez köthető, valamilyen alkalomhoz, valamilyen történethez, valamilyen kiránduláshoz. Például van benne egy olyan is, amikor Hollandiából hazajött a barátnőm, ő egyébként evedi, és nagyon régóta ott él. És akkor sétáltunk a Dunaparton, és azt mondja nekem, érzed ezt a Duna illatot? Mondtam, hogy nem. De ő érzi, és erre fölfigyelhetem, azért nem érzem, mert megszakadt. És akkor ő elmondja, hogy ott pedig Amsterdam tele van csatornákkal és folyókkal, de a Dunának olyan illata van, amilyen semmilyen folyó. Tehát, hogy ez is például ez a vers is született ebből egy vers, és azért is írtam meg, hogy elvihesse magával ezt az emléket ezekben a szavakban, és ha újra elolvassa, akkor érezhesse, hogy ide tartozik, vagy hogy nem veszíti el sohasem a szülőföldjét. És hát ez az 53 ajánlás 37 embernek szól, tehát ugye egy embernek több is. Többek között például itt van Évi, Bajnok Évi Komáromból, és neki is írtam az 50-es ére is, a másik születésnapjára is, az is benne van. Itt vannak benne a nevek, mindenkit egyesével fölhívtam, és megkérdeztem, hogy beletehetem a nevüket. Úgyhogy teljes névvel itt van benne mindenki, akit a szeretetemmel és a szívemmel átöleltem ezekben a szavakban. És a következő, ami a dalszövegkönyv után fog következni a sorban, mert ugye elmondom, hogy körülbelül 300, de azért annál több, meg most már folyamatosan születnek is ugye azok a versek. A következő a sorban a szólni fog vigasztalásról, és lesz olyan, ami szólni fog szerelemről, egy következő, mert be vannak mappázva. Szerelemről, vagy lesz olyan, ami fog szólni a lélek dolgairól, lesz olyan, ami fog szólni a nemzet dolgairól, lesznek verses mesék gyerekeknek. Tehát ugye egy csomó minden van, ami tulajdonképpen ezt az író úgy szokták mondani, hogy le kell ülni, és hát ezt senki ülve meg kell csinálni, ezt másképp nem lehet. Le kell ülni, és meg kell csinálni. Ez az, amit majd valahogy megtanulok, hogy osszam be az időmet, hogy mindazt, ami megszületett egy szép formában, nem csak digitálisan lehessen elérni, hanem egy szép formában, ahogy az megérteni, fölöltöztetjük azt a kicsi gyermeket, mint a vers is, ami megszületik, akkor ezt föl is kell nevelni, nem elég csak világra hozni. Úgyhogy ez nekem is mind ajándékok, és ezekből most egy következne, amit egy videón mutatnék be, most nem fogunk zenélni, hanem hát én elénekeltem ezt a versikét egy olyan kedves ismerősömnek, akit egy zarándok helyen ismertem meg, és Csaba testvér kérték meg, hogy járjon közben, értük meg, nem született gyermekünk, és az ő áldását kérték, azért zarándok voltak, nem tudom én meddig, és hát aztán megszületett a kisfiú Zolika, és annyira nagyon várták, én együtt imádkoztam velük. Amikor megszületett, az olyan nagy öröm volt, hogy akkor megszületett ez a vers, ez a dal, és amikor az anyukának ez első évben vers volt, és talán a keresztelőjére lett meg a dallama is. És amikor ez meglett, akkor ezt csak úgy gyorsan a telefonon fölénekeltem, és elküldtem nekik ajándékba. Az anyuka annyira örült neki, hogy készített belőle egy kis videót, összevágta, és hát mindenkinek mutogatta, és nagy öröm azóta is nekünk, jóban vagyunk azóta, és következzék akkor a vagyok létek szépen. Alszó édes, őrzik életem, nyugtom adja, légyen hajlani.
végig napolok, rózsák harmadok. Utak feledek, tudom, mit tegyek. Anyám gyöngye, apám fénye, vagyok léd meg szépre lény. Hoztam, ami még hiányzott, reménylőző tolóságot. Nektek adni, körülött is kell, fogadjátok. Minden kincse. Az a végesen, örülök életem, nyugtom angyal, létem hajnal. Vártam, itt vagyok, várnak hajnal, kéjjék, akkorok, rózsák harmadok. Utak felledek, tudom, mint egyik. Anyám gyöngye, apám fénye, vagyok lépnek szép reménye. Azt a hónék hiányzott reményből szült valóságot. Nektek adni küldött Isten, fogadját. Mindenki csak. Azt pedig az én fiamról fog szólni. Az én felnőtt nagyfiamról, aki már, tehát már régebben íródott ez a dal, már akkor is nagyfiú volt. És gyakran énekeltük ezt a dalt a régebb időkben, de most valami ugye háttérbe került. Nagyon örülök neki, hogy elő tudjuk újra venni, mert úgy gondolom, hogy sok szülőnek fejeződik ki ebben a gondolata. Fogadják meg szeretettel azt, hogy olyan jó, hogy vagy nekünk fia. Olyan jó, hogy vagy nekünk fia. Isten tartson soká boldogan, segény támosságon, szárnyaló reményen, erős ifjúságot állva van. Olyan jó, hogy vagy nekünk fia. Rövidesen egy hónapra van, ez sem rikkolhatom talán. Tudod, te már régen lehet nehéz évben, nem éri meg maradni alatt. Megköszönném pedagógusainknak a szép szavalatot, és köszönöm szépen a vendégünknek és együttesének a szép estét minden jó nevében. Mesélj nekünk, nagyon jót mesélni. Hát miért mesélj nektek, mert ha bevágok, azt tudjátok, hogy van még egy dalatársaimban, és én is nagyon-nagyon szépen szeretném megköszönni mindenkinek.
még itt az utóbbi időben történt ez, hogy most így megszaporodtak a Jászis Kötet bemutató 25 éves az együttesünk, és ilyen dolgok. Most éppen ma jelent meg a Szabad Újságban, és egy riportot készítettek velem, ott négy oldalon fényképes beszámolóval, mindenféle ilyen, mindenhonnan már nem szoktam mondani, hogy elég életre már, hogy a csapban is semmi. De ezek olyan dolgokat hoznak magukkal, olyan emberek, akik oda jönnek hozzám, és azt mondják nekem, hogy hát gratulálok a nagysága, gratulálok a mihez gratuláltok? Miért? Én nem érzem egyáltalán ezt olyannak, hogy ehhez nekem kellene gratulálni, mert ezek a dolgok mind azon a szinten vannak, hogy minimum, tehát ez a minimum, amit meg kell tennem, ahhoz képest, ami bennem van, és ahhoz képest, amit adni kellene, vagy ahhoz képest, amilyen szinten ennek illene, vagy illik lennie. Tehát, hogy ez egy magánkiadás, mert arra már nem vettem a fájtságot, hogy fölkeressek egy kiadót, vagy hogy addig kopogtassak, míg valaki föl nem fedez, vagy valami, hanem megadta a Jóisten a valamennyi rávalót, hogy egy valamennyi példányszámot ki tudjak adni, akkor én nekiültem, leültem, megcsináltam, kinyomtam, és elküldtem a nyomdába, kinyomtatták, és itt van. Tehát arra sincs nagyon kapacitásom, hogy én ennek óriási reklámot tegyek esetleg, vagy hogy elkezdtem a hírét, könyvesboltokban nem fogják megtalálni, ha csak már nincs itt közöttük valaki, aki könyvesboltos, és azt mondja, hogy ő benne belőle. Tehát, hogy nekem ez a minimum, hogy ilyenek a világra jönnek, és egy kicsit talán még szégyellem is magam, hogy tényleg ez többet érdemelne, mert ezek az emberek, tehát hogy több embernek volna szüksége ezekre a szavakra, ezekre a hangokra, ezekre a dalokra, és amit most itt kínálítunk, az, hogy ebből a verses kötetből tudok most adni. Aki szeretne belőle vásárolni, megköszönöm, akkor az én kiadásaimat fogja fedezni. Vagy pedig a Vajnalvándor Együttesnek az ősz című CD-jéből is lehet még itt vásárolni kedvezményes áron. És akkor én nagyon-nagyon szépen megköszönöm az együttesem tagjainak is. Szép Laki Norbert meg a kötet. Kovács Tamás az ütőhang szerepét a vetítőjét. Tihamére Fluriánál, Sándor Eurike, kedves Mónika, kedves Hajnalvándor, még ha nem is vagytok itt teljes létszámban, kedves résztvevők, vendégek, engedjétek meg, hogy én is nagy tisztelettel és sok szeretettel köszöntselek benneteket, Göbölök Mókosség önkormányzata nevében, és hát nem titok, nyilván sokan, sőt talán mindenki tudja a teremben, hogy nagy kedvelőtök, rajongótok, hogy tetszik, rajongó vagyok, úgyhogy természetesen gratuláció, köszönet nem maradhat el, így sem. Nagyon örülök, hogy nem régben a Hajnalvándor együttes 25. évfordulója alkalmából küldtön a templomba, én is meghívást kaptam és részt vehettem ezen a lélek felemelő koncerteteken. Gyakran jöttetek, voltatok Köbölkúton is, nem is tudom megmondani, hogy hányszor. Nyilván most sem vettek itt utoljára, hiszen tényleg nagyon sokan Köbölkútól kedvelnek titeket. Úgyhogy a számtalan templomi koncert, amit nekem sikerült itt a környező falvakban veletek együtt az elmúlt mondhatni több mint egy évtizedben, én a 25 évet nem tudtam végig kísérni, de minden esetre ma már biztosan több mint egy évtizedről beszélhetünk, úgyhogy én elsősorban Mónika gratulálok neked ehhez a verses kötethez, ennek a kiadásához, másodszor pedig gratulálok a Hajnalvándor együttesnek is, a zenész társainak, és hát köszönjük szépen, hogy ezt elhoztátok ide Köbölkútra. További sok sikert kívánok neked, és természetesen az együtt. Köszönjük szépen!
Köszönjük szépen! És akkor, ha tényleg nincs más kérdés, akkor következik a záró búcsúdal, aminek az a címe, hogy szívemet küldöm. És hát vigyék magukkal, vigyétek magatokkal azt a szeretet, amit itt megpróbáltam nektek átadni, hogy föltölni egy kicsit a lelketeket, remélem, hogy sikerült. És valamit jegyezzetek meg belőle, vagy ha a verses kötetet elviszitek, akkor olvasgassátok, vegyétek elő olyankor, hogyha szüksége van a lelketeknek egy kis föltöltődésre. Mert az a világunknak a legnagyobb baj, hogy lelki anorexiásak vagyunk. Törjük a testünket, meg vigyázunk rá, meg etetjük, meg öltöztetjük, és házat építünk neki, és munkahelyre járunk, és mindenfélét csinálunk, mivel ebbünknek is ugyanennyi törődésre volt szüksége ahhoz, hogy jól tudjon működni. Mert a test a lélek nélkül az nem is ember. Úgyhogy attól vagyunk emberek, hogy zenét hallgatunk, vagy zenélünk, hogy verseket írunk, hallgatunk, hogy megállunk egy pillanatra, és mindenkinek nagyon szépen köszönöm, hogy a ma délutánban megálltuk egy pillanatra. Vigyék magukkal, amit a szívünkből küldünk. Adjon az Isten áldást, szívedbe ékességet, lelkedbe békét, hálást, osztani édességet. Kezeden simításon, gyógyulhasson a méltó, szemedbe pillantástól, éredjen föl az týmto sa náš dnešný program končí. Dúfam, že ste sa v našej spoločnosti cítili príjemne a pridáte sa k nám aj na budúce. Dovidenia.
Kedves nézőink, ezzel mai műsorunk a végéhez érkezett. Reméljük, sikerült kellemes perceket szereznünk. Tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!